Már néhány hónapja tart a fűtésszezon. A lakosság körében még mindig nagyon népszerű a fafűtés. Ennek megfelelően ilyenkor a tűzifa iránti igény is megnő. Ennek az egyik oka lehet az is, hogy sokan nem tudnak egy egész szezonra való tüzelőt otthon tárolni. Minden térre az a jellemző, hogy megnő a tűzifa iránti kereslet. Most, hogy ilyen rendkívül hidegek voltak, azt lehet mondani, hogy talán még inkább. Ugye az emberek nem nagyon tudnak berendezkedni egy évre előre a tűzifával, ennek valószínűleg anyagi okai is vannak, és majdnem, hogy ahogyan a hőmérő igonyszála megy lefelé, úgy nő a kereslet a tűzifára. A piacok most minden igényt ki tudnak elégíteni. Nem kell tartani attól, hogy valaki nem jut fűtőanyaghoz. A legjobb megoldás azonban az lenne, ha mindenki előre tudna gondolkodni még a fűtésszezon előtt. Régen is az emberek egy évre előre gondolkodtak a tűzifába, tehát ha valaki meg tudja finanszírozni, és jelentős költséget takarít meg vele, hogyha egy évre előre finanszírozza, tehát ami fával mondjuk jövő ősztől akar tüzelni, azt kellene most beszerezni. Mint ahogy a most felhasznált tűzifát egy évvel ezelőtt kellett volna, legalább fél évvel ezelőtt kellett volna megvásárolni. Az otthoni tárolással és a szárítással a fa fűtő értéke is tovább növekszik, valamint az emberek megúszhatják a téli tűzifa vásárlásával és a pakolással együtt járó munkát a nagy hidegekben.